Amikor Simonyi Tamás nekem fölhívott telefonon, és tájékoztatott arról, hogy mi is a család döntése, azaz, hogy a dolgozószoba berendezési könyvtárát megkapjuk, akkor szinte nem is tudtam, hogy mi beszélek, mit mondok. A meghatottságtól, az örömtől teljesen magamon kívül voltam. Akkor tudatosult csak bennem Isten igazából, hogy mekkora értékezés, és milyen jó, hogy ezt így tudhatjuk az iskola diákjai körében, amikor szerveztük az ideszállítást. Az ideszállításban óriási öröm jelentett számomra, hogy a kollégák, akik részt vettek, hatalmas lelkesedéssel tették ezt. Faipari mérnökök, akik azért egy kicsit értenek a motorokhoz. Villamos mérnökök, fotográfusok, oktatástechnikusok, oktató kollégám is, akik lelkesen kérték, hogy hadd lehessenek ők is, hadd lehessenek ők azok, akik legelőször kézre foghatják ezeket a múltat idézők és a professzorok szellemi örökségért megtestesítő tárgyakat. Egy kis történet van, amit tegnap hallottam, egészen pontosan Füli Ferenc kollégámtól, aki ott volt ezen a szállításon, hogy rendezték szépen dolgozókból a könyveket. Majd egyszer csak felkiáltott, hogy ide nézzetek, mit találtam. És elővette azt a zöld könyvet, amelyet professzor úrnak küldtem iskola 50 éves bevállásra alkalmából egy jubileumi évkönyvet az iskolákról dedikálva. Ez a könyv most is itt van. Mai napon is Füli tanárunk kezébe vette, és Simonyi Tamásnak is felmutatta, itt van a könyvtárban, megkaptuk, visszakaptuk ezt is. Kedves emlék. Egyébként nagyon sokan voltak olyanok, akik felajánlották itteni segítségüket, még azokon kívül, akik elmentek és segítették a szállítást, karbantartók, takarítók, gondolók és így tovább. A szállítást és a Simonyi szoba újjáépítését a Baranya megyei Szakképzési Centrum és a család finanszírozta. Köszönöm a támogatást! Sajnos a berendezésre nem volt olyan alakú, olyan méretű szobánk, mint az eredeti, amilyen volt, de igyekeztünk azt a hangulatot visszaadni, amit az eredeti dolgozószobával sugárzott. Fotókat készítettek a kollégák minden egyes vitrínről, hogy melyik vitrínben, milyen könyvben, milyen során szerepeltek. És ennek alapján igyekeztünk rekonstruálni a könyvtárat. Az erkély ajtót sem sikerült helyreállítanunk, csak imitáljuk, hogy ott volt egy erkély ajtó, és hogy onnan beállunk a fényletikát, egy lesorra próbáltuk meg helyettesíteni, nem mutatva, hogy a valódi, az eredeti szóval az így nézett ki. Egy feladatunk még van, dekoratőreink majd a analógot is megpróbálják rekonstruálni, ami még hiányzik közvetlen a bejárat mellett. A könyvtár végére került a dolgozószoba, azért, hogy könyvtárosunk Ferencik, aki egyébként ennek a versenynek is aktív résztvevője, és éppen az okleveleket nyomtatja, ami nem igaz, felügyelni tudja a könyvtárat, és hogyha valaki érdeklődik és be szeretne menni, be tudja engedni bármikor, amikor a könyvtár itt van. Szeretnénk megőrizni ezt a könyvtárat, és szeretnénk, hogyha a család akaratának megfelelően a könyvtárat a diákjaink használhatnák, kézbe lehetnék a könyveket, azok a könyveket, amiket a professzor úr is használt, olvasott. Előjáróban csak ennyit szerettem volna mondani, és szeretném megkérni most Simonyi professzor úr fiát, Simonyi Tamást, hogy emlékezzen meg erről az egész eseményről, professzor úrról, illetve a dolgozószobával kapcsolatos érzéseiről, amiket mikor felépett ma reggel, akkor átérzett. Köszönöm szépen igazgató úr, kedves tanárok, tanárnők, vendégek, diákok. Habet sua fata libilli. Ez a latin mondás a számú igévében, azt jelenti, hogy a könyveknek is megvan a saját sorsa. Ezt Terencius Magnus II. Században élt latin költő.
és pedagógus írásából, mert szállóigen eredeti jelentése szerint még az volt, hogy a könyvek sorsa tulajdonképpen az, hogy talán értő, befogadónak, olvasónak. Természetesen a második században még könyv alatt ugye pergamentekercseket, kézzelít pergamentekercseket kell érteni, tehát inkább a könyvtartalmát volt szó. Aztán a könyvnyomtatás fejlődésével, a könyvek elterjedésével ez a szállóigényt is kiterjesztették, és kiterjedt tulajdonképpen a könyveknek, mint tárgyaknak a sorsára, a könyveknek és a szerzőjének, olvasójának, tulajdonosának a kapcsolatát, hogy ezek valahogy összefüggnek. Édesapám mindig nagyon szerette a könyveket. Ez még gyerekkorából egyházas falutól származik, ahol először a hetedik volt a sorban a 10 gyerek közül, a nagyobbik gyerekek tankönyveit silabizálta, és mindig nyagadta őket, hogy ugyanúgy olvassák, hogy mi van a képek alá írva. Annyira, hogy ezt megmondták, és megtanították, hogy kell gyorsan olvasni. Úgyhogy milyen iskolába került, ténylegesen nem tudott olvasni. Ahol aztán egy igazán szép könyvvel találkozott, az a misekönyv volt a templomban, hiszen nem is sokszor unisztált, és a misekönyvnek a kialakítása, a hasábóknak a köldelése, a különböző színű betűben nyomtatott szövegek, azok mind visszaköszönnek tulajdonképpen a fizika kultúra történetének a kötetében. Tehát így is már a misekönyvnek a sorsa is itt valahogy átadódott, és valami hatással volt náluk a valakire. Ő gyűjtött a könyveket, különösen szerette az összegző könyveket, a lexikonokat, a enciklopédiákat, és mindig azt mondta, hogy ha bármi kérdésünk van, bármi problémára keresünk feleletet, azt ő legalább 5 helyen tudja előkeresni a könyvekből, amiből 2 magyarul, 3 pedig különböző idegen nyelvekben van. És nagyon fontosnak tartotta, magyarázta nekünk, hogy nagyon fontos összevetni ezeket a különböző forrásokat. Hiszen neki megvolt az enciklopédia Britannica, ugyanúgy, mint a Varsóvai enciklopédia, tehát ott tényleg különböző forrásokat lehetett összevetni. Bátyám ezt úgy fogalmazta meg, hogy annak idején, a 60-as, 70-es években ez a könyvtár volt az internet, és édesapám volt a Google keresőben. Amikor aztán az a szomorú kötelességem támadt, hogy én már véglegesen föl kell valahogy a hagyatékot számolni, akkor egy nagy dilemmába kerültem, hogy mi legyen ezzel a dolgozószobával. Én ezt mindig szerettem volna együtt tartani. Fölmerült, hogy emlékszoba legyen. Nekem rossz emlékeim vannak ilyen emlékszobákkal, tehát jártam különböző helyeken, akár Szekszárdon, például a Babits Mihály Múzeumban, ahol ilyen kordonnal elkerítve kell menni, és a polcokat nagyon messziről szemlélkedni, hogy próbálni elolvasni, hogy mi is van a gerincekre írva. Így nem igazán tud az ember közelebb jutni könyvtár eredeti tulajdonosához sem, és a könyvek is, hogyha nem tudunk kinyitni, nem tudunk beleolvasni, akkor annak a könyvnek a sorsa, ugye az, hogy a halál, akkor ez a könyv meg. És degraláló még egy olyan szintre, mint a bútoráruházakban, ezek a műanyag könyvek, amit kitesznek a könyves polcoknak a készítésé. Tehát én egy olyan emlékszobát képzeltem el, ahol hova lehetne, és hol van ennek a legjobb helye, mint egy iskolában, és melyik iskolában, amelyik a édesapám nevét viseli. Úgyhogy, ahogy elmondta az igazgató úr, az történt, hogy fölhívtam őt, és aztán le is jöttem, megnéztük, és mind a ketten nagyon örültünk, hogy erre van lehetőség. És hát én most, amikor megláttam, és elértem, elérzékenyültem, és az volt az első szabad, és nagyon hálás vagyok a mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, és aki a munkájával részt vette ebben. Tulajdonképpen
ugye be az volt a szándékom, hogy tényleg az a diák menjen be, nyissa ki, böngészen benne, másolod az internet. Ugye mindenki most már az internethez van szokva, azért a könyvek is megmaradnak, a könyv áramszünet esetén is működik, bele lehet tekinteni, lehet valami ideát szerezni, lehet tovább nézni, beindulhat valami gondolat, hozzájárulhat ez a műveltségéhez fiatalnak, vagy elindíthatja valamelyik irányban is. És hogy mi is az a műveltség, ahhoz az édesapám szavait szeretném idézni most, mert a Stár Gyula könyvében föltette neki azt a kérdést, hogy műveltem embernek tartja magát. És erre az ő válaszom. Nyilvánvalóan most azt válaszolnak, hogy nem, akkor álszegénynek képmutató álszentnek tartanának. Kérdésekre mégsem merem azonnal rávárni azt, hogy igen, művelt ember vagyok. Rögtön megértett habozásomat, ha elmagyarázom, hogy itt tartok én a műveltség lényeges elemeinek. A műveltség nem statikus állapot, amiben egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik. A műveltség folyamat, amelynek fenntartása állandó energiabefektetést igényel. A műveltség a nagy kapcsolatrendszerek ismeretét jelenti. Kapcsolatban állunk anyagi és szellemi környezetünkkel, de a környezetünkhöz tartozik a millió fényéni távolságban felrobbant csillag, feleségünk, a középi alakú és a halotti beszéd is. Helyünk ismerete az univerzumban, az élővilágában, a társadalomban, a családban, felismert helyzetünkből fakadó cselekvésünk. Ez mind a műveltséghez tartozik. Röviden a műveltség általános viszonylatrendszer ismerete annyi konkrét tényanyaggal, amennyivel az általános elveket a valósághoz lehet rögzíteni. De cselekvési norma etikai tartás is. Ezt a jelzőt a művelt minden nap, nap mint nap ki kell érteni. Köszönöm szépen! Hogy kerültem én a Simonyi szoba feladatói közé? 58 éve lettem Simonyi egyik munkatársa. Munkás éveinek második felében pedig a munkatársa voltam. Simonyi nyugdíjba vonulása óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és információs technológiai karán, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán tartott előadásokat, a fizika kultúrtörténete címmel. Ezek a fél éves előadássorozatok a hallgatók szerint olyanok, mint egy értelmiségi szalon, vagy inkább egy természettudományos műveltségi klub Simonyi Károly szellemében. Nem a jövő bizonytalan, hanem a múlt. A történelem nem a megtörtént, hanem a dokumentált valóságból formálódik. A közelmúlt az emlékező vadászmezeje és a manipulálóké, akik a tényeket többé, de sokszor kevésbé ismerik. Emlékezőként nem csalok magamra az őt körülvevő fényből, de nagyon büszke vagyok az egyik interjújában elmondott fél mondatára, szívesen elfogadnám őt lányomnak, pedig nagyon személyes ember volt. Élete utolsó 30 évéből 20-at egy szobában töltöttem vele az egyetemen. A politikai hullámverések távoltartásával 20 békés munkás évet.
Bár a 70-es években még körülnézett a folyosón, aki rányújtotta az épület 216-os szobájának ajtaját, hogy nem látja-e meg valaki, a rendszerváltozást követően már sokan a zászlókra tűzték Simonyi nevét. A 10 nyugdíjas évében is rendszeres robotos látogatója volt a Mosvárfi oldalában fekvő kert mélyén meghúzódó több generációs otthonában. Általában nem fiúasztalnál, hanem a kanapén ült. Rendszerint mellette kopottas, de kényelmes fotelben ült egy látogatója, akivel talán éppen a legújabb fizikai Nobel-díjak mögött álló eredményekről beszélgetett, vagy Schiff Andrással vitatta meg a Mozart zene és a matematika kapcsolatát, miközben Zsuzsa asszony halk bakzenétett fel a CD-re játszóra. A proffal szemben majd méter átmérőjű hatalmas földön vált a padon, maga tervezte egyedi kivitelezésű könyvállvány vette körül a talapzatot. Rajta az emberiség 2000 éves kultúrkincsét feltáró 60 nagy könyv. Az ember időbeli szerepének rögzítése a könyvekben és helye a térben, a földgömbön. Zárójelbe számodra a prof tulajdonné volt, a nagybetűvel és egyetlen személyt jelentett, Simonyi Károlyt. Az én szememben a nagyszerű tanár és nagy ügyvédségű Simonyi legfőképpen könyves ember volt. Igazi világa a könyvekkel zsúfolt könyves polcok közt teljesedett ki. Szerette a szép könyveket, olvasott szép könyveket, gyűjtött szép könyveket. Az emberiség kultúrtörténete iránti érdeklődési hobbi és mint sok örömet okozó szórakozás volt. Odahaza a könyvtárában a szűkebb értelemben vett szakkönyv nem is volt. Azok az egyetemen voltak a szobájában, a maga írt a szakkönyvek is. Otthon a legkülönbözőbb nyelveken írt történelem, kultúrtörténet, irodalomtörténet könyveit őrizte. Az 1666-os évben fogalmazottak meg a 24 éves Newtonban a legfontosabb eredményei, ez volt Newton számára az Annus Mirabilis, Simonyi a maga Annus Mirabilis-eként azt az évet tartotta, amikor megszületett az első unoka, megjelent a fizika kultúrtörténete, vagy megérkezett postán Charles fő ajándéka, az Encyclopædia Britannica. Simonyi mindenek előtt tanár volt, tanár egyéniség, a katedra varázslója. A természet rejtőzködő, személyesen rejti a titkait. A természettudós igyekszik fellebbenteni a titkokat rejtő fájdalmat, és ha sikeres, ellesik, hogy hogyan működik a természet. Ha ezután nekiveselkedik, és a titkok birtokában megpróbál valami olyat alkotni, ami nincs a természetben, ráadásul az ember család javát szolgálja, ez a csinálmány, a Pászai János szép szavát használva, akkor mondhatjuk, hogy hős. Ilyen hősök a jó mérnökök. A mérnök Simonyi hősi korszakában Bajzordánnal válaszra bírta a holdat, majd gyorsított épített Sopronban. Még 40 év előadói tapasztalattal is gondolatét rendezendő vázlatot készített. Örtögetekből a vékony, ma már nem is használatos átütő papírokra írt jegyzeteiből. Neki gyűrközött az előadóteremben is. Nem keltette a csalóka látszatot, hogy energiabefektetés nélkül is lehet ismertet átadni, meg befogadni. És mégis hihetetlen elegáns könnyedséget látta fel a legmélyebb gondolatokat is. Szakmát szilárd alapjait rakta le. Tiszta fogalmakkal felépített szilárd alapról indulva bármilyen aktualitást meg lehet utólag tanulni. Ugyanakkor egyébként járatlan új fejlesztések útjára is csak biztos háttérből lehet indulni. Tankönyv trilógiájában fektette le ezeket az alapokat, a villamosmérnökök időtálló szakmai ismereteit. Írt tehát hasznos könyveket. A villamosságtan című könyve, az elméleti villamosságtan, vagy az elektronfizika könyv. Írt szép könyveket is. Különféle okok folytán Simonyi, aki hős volt a természet fájtának fellebbentésével, a természet megismert titkait el is beszélte, nagyon jó költő lett. Az alkotó mérnökből
nagyszerű pedagógus vált. Sokan a fizika kultúrtörténete könyvet olvasók közül azt emelték ki, hogy örömet okozott nekik, nem pedig azt, hogy ismeretet szereztek a könyvből, hogy tágult a látókörük. A történelem tanulmányozása a profnak magának is örömforrás volt. Mindig szerette volna ezt az érzést másokkal is megosztani. Jó dolog, hogy sikerült. Nem mindig úgy nézünk egy alkotásra, hogy ez mennyire hat az értelmünkre, mennyire ismeretágító, hanem úgy is, hogy mekkora örömet szerez nekünk, mint amikor zenét hallgatunk. És ha az örömön keresztül szeretjük meg a dolgokat, akkor a kedv az ismeretszerzésre már sokkal inkább magától jön. Az enciklopédikus fizika kultúrtörténete könyvben, a nagyobb műben a világ szemével nézni a magyar tudósok eredményeit. Az ehhez a műhöz szinte függelékként csatlakozó magyarországi fizika kultúrtörténetében, a szívével. Megadva a méltó helyet a magyar természettudósoknak, amint azt vizsgálják, hogy rajtuk keresztül mit adott hozzá a világtudománya országunk fejlődéséhez, fennmaradásához. Ezt az utolsó művét már nem vehette kézbe, csak utolsó simításokat végezte el. Eleinte még féltette könyves világát a számítógépek növekvő uralmától, felidézte a középkor idegenkedését a nyomtatott könyvektől. Az első könyvek, mint a Gutenberg nyomtatta Biblia is, megjelenésükben még igyekeztek utánozni a kódexeket, igazán nem gazdasági oka is volt, lehetőleg ugyanolyan drágán árulták ezeket a nyomtatott könyveket. Gazdagok is lettek a nyomdászok, mentségükre szóljon, hogy komolyan támogatták koruk egyetemeit, gyakran maguk lettek egyes egyetemek vezetői. Végül elfogadta, hogy napjaink ifjúsága már nem csak, hogy jobbára a képernyőről kapirgálja le az információt, de ugyanúgy vonzódik a számítógépehez, geréhez, a pipadjához, mint az elődei a szép könyvekhez, amelyeket lapozgatni, simogatni lehetett. Így hát beleegyezett nehezen, hogy CD-romra átdolgozzuk a fizika kultúr történetét. Hozzájárulását erősen motiválták a következők. Az iskolák számítógépekkel való ellátásának akkori országos programja volt az egyik, elképzelte, amit egy szabolcsi iskola hátrányos helyzetű tanulója, miközben örömét veri abban, hogy az évezetet felvarázsló tudás mentén klikkelget, elindult talán a felemelkedés útján. A másik, hogy szemében a legszebb krisztusi cselekedet a vénákat járóvá, a süketeket hallóvá tenni. És ilyen segítséget nyújtó Krisztus emberek közt akadtak, akik tervbe vették, hogyha meg lesz a CD-verzió, azt nem látunk számára és egy szoftver segítségével hozzáférhetővé teszik. És mivel a CD-rom elkészült, szinte le sem csukta a laptopját. Örömöt szerző munkásszöze lett. Könyveit számos megoldatot adották. Sokan veszik kézbe ma is. Nekünk tanítványainak, munkatársainak feladatunk, hogy megőrizzük, gondozzuk könyveit. Elsősorban a fiatalok jogos örökségét. 21 éve nem ül az íróasztal mögött senki. Nem vár látogatót a fotel. Károly Ladikja átért vele a túlsó partra, az örökrétbe hanyató élet véget ért. Művekkel hitelesített, elrendezett életből lépett át egy másik valóságba. Az innenső parton maradt tanítványai hálás szívvel jövünk időnként össze, hogy megköszönve egykori előadásait, tanítványként, munkatársként emlékezzünk Simonyra, aki hős is volt, költő is volt. Megköszönöm docens asszonynak gyönyörű szövegét. Innen kívánok neki jó múlást, jó egészséget, megköszönöm tagányának is a nagyon-nagyon szép tolmácsolást. A közvetlen munkatárs után egy volt tanítvány fog emlékezni, és professzor úrról. Megkérdezem dr. Gyurcsik István, mondja el a kérdést. Köszönöm szépen, dr. úr, és köszöntöm mindenkit.
sokrókolyáknak találom itt ebben az iskolában lehetőséget kaptam elmondani ezeket a gondolatokat, azt, hogy 6 évvel ezelőtt Simonyi professzor úr születésének 100. évfordulóján volt itt egy ünnepség, és akkor pont itt jártunk iskolában valamiért, kihalt üres épületnek mint az egész, volt az ünnepség, amikor az osztálytárgyban azt hiszem, hogy az iskolában a magzorai keresztül közvetítettek, és itt a folyosón hallottam egy előadást, vagy egy beszédet arról, hogy milyen is volt a Simonyi professzor, és annyira megütött engem az, hogy igen, pontosan ilyen volt, szinte azt éreztem, amikor ültem az előadásaim, annyira hiteles történetek hangzottak itt el, itt tanuló diákok szájából, hogy nem sietettem elintézni a dolgokat, hanem megkazdottam, mint egyedül az emeletben valamelyik ilyen kinéző, és végig hallgattam ezt a műsort. Rákézzek pár gondolatra, hogy ki volt Simonyi Károly Herről, akkor már most hallottunk nagyon sok fontos összefoglalót, illetve hogyha valaki fölüti a Wikipédiát, akkor talán egy rövid összefoglalót a munkájáról, például a Hold radar kísérletekről, ugye Vajs Zoltán társaságában bővet részt kap a projektbe, mondjuk így, ahhoz időben, amikor megmérték először, hogy elmondva a Hold föld távolságát. Aztán szintén hangzott már el a Wikipédián is olvasható egyik ilyen alkotása, amit a Soproni Egyetemen épített meg. Elsőként építettek Magyarországon egy részecske gyorsítót, amiért aztán Kossuth díjat is kapott egyébként Simonyi professzor úr. Illetve hát a Wikipédián olvashatunk még egyik fiából, a Charles Simonyiról, aki a Microsoftnál nem kis mértékben járt hozzá ahhoz, hogy most a Excel táblázatkezelőt is használhatjuk. De én egy másik közelítésben mondjam azt, hogy nem az én gondolatom, de egyetértek fel, hogy talán Simonyi professzor volt a egyik utolsó polémisztora a világnak, ugyanis gépészmérnöki diplomát szerzett először, közben, ahogy ezt a jelvesélt egyik előadáson, ezzel párhuzamosan időnként fölült a vonatra, és leugrott ide Bécsre, a jogi karra, levizsgálni római jogból, és hát a nyelvismeretével kapcsolatos dolgok is elhangzottak már, nagyon sok nyelven beszél. Ugye abban az időben, amikor még én voltam egyetemista és professzor úr az egyik oktatóm, a külföldi diákok is magyar nyelven tanultak itt Magyarországon. És ez egy jó kis hivatkozási lehetőség volt időnként nekik, hogy ők értik az anyagot, csak a nyelvi problémáink miatt nem mentesek meg annyira. Sajnos ez professzorra nem volt kifogás, mert hogyha jó, akkor folytassuk ki, mert akkor mandarin nyelven a vizsgát. Bocsánat, hogy belenézek a papírokba, de összeszedtem egy pár gondolatot, és nem szeretnék kérni semmit, amiről mesélni szeretnék. Nekem még egy fontos emlékem Simonyi professzor úrról az elhangzottak mellett, hogy ki is volt ő. Ő volt az, akivel a 9-es, 19-es villamoson a Dunaparton össze lehetett futni, ahogy a Kacsa utcán lépett, illetve a Batthyány téről a Műegyetem felé villamosozott reggel, illetve este, akár késő este villamosozott hazafelé. Elhangzott ma már itt a megemlékezésben, hogy Simonyi professzor úr elsősorban tanár volt, amellett, hogy tudományos munkásságát nyilván nem vitathatjuk el. Inkább lehetősíthetünk azon, hogy nagyon-nagyon jó tanár volt. Olyan tanár volt, aki képes volt a legbonyolultabb dolgokról is a lehető legegyszerűbben mesélni. Én azt mondanám, hogy úgy elő tudott adni, nagyon jó elmenni dolgot, hogy az ember elhitte, hogy érti. Erre ma nem akarok túl hosszan beszélni, de hogyha elmondhatok egy történetet egyszer egy elektrofizika előadáson, vezettette valamit, és szóba kerültek a Bessel-függvények, a másodfokú Bessel-függvények, és akkor a nagy előadó a teremben csak ilyen ceruzakokonásokat lehetett hallani, hogy akkor mindenki letette a tollát, hogy na, hogyha valaki a Bessel-függvényekkel jön, akkor ettől kezdve képszakadás, mert ezt már biztos nem lehet érteni. Természetesen tőle volt készülve erre, és mondta, hogy mi a bajunk nekünk a Bessel-függvényekkel. Hát, mondta, hogy biztos, hogy
ha valaki beszél függényekről elő, akkor ott már valami olyan titkos dolgok történnek, amit mi józan rövegetek adatok nem is érhetünk. Azt mondta a professzor úr, hogy miért például a színusz függvénnyel van valami bajunk? Hát nincs, és miért nincs? Tudjuk, hogy hogy néz ki. Természetesen fölrajzolt azon adatámlára a másik professzor függvény alapját, hogy néz ki egy XY koordináta rendszerben, és még mi bajunk van vele? Hát ismerjük a télor sorát, természetesen a színusz függvénynek. Természetesen fejből fölírta a Bessel függvény télor sorát is, és így tovább, nem folytatva tovább. Arra szeretett volna rávilágítani, hogy mikor mondjuk valamire azt, hogy értjük. Amikor először találkozunk vele, és valami új dolog, akkor kialakulhat az emberben egy olyan védőgátlás, hogy legjobb olyan, hogy fölteszi, hogy miért. Általában ilyenkor ki szoktuk mondani azt, hogy hú, ez nekem sok, ezt én nem értem. De ezt a védőgátlást, ha legyőzzük, megpróbáljuk megérteni, megpróbáljuk egy kicsit követni, akkor előbb-utóbb megszokássá válik. Nem biztos, hogy teljesen érteni fogjuk azt az állítást, vagy azt a dolgot, amit éppen szó van, de ha már többször halljuk és egyszer befogadtuk, egyszer elfogadtuk, akkor utána már nem alakul ki egy olyan fal, hogy nem tudunk tovább lépni. Ezt a kicsit hosszú történetet azért meséltem volna el, mert azt mondtam, hogy Simonyi professzor úr elsősorban az évszámon is találkozott, aki igyekezett meggyőzni minket arról, hogy vannak meg, szóval megtanulhatók a dolgok. Egy másik ilyen mondását még fölírtam magamnak papíromra, ismeret szerzés, tehát a tanulást egy táruló gömbben hasonlítottam össze. Azt mondta, hogy addig van végén a legemlékkel és a tudással üzenő dolgokkal, hogy egy kicsi göm, kicsi felületen találkozik a külvilággal, kevés az a támadási felület, ahol kételyek problémák megjelennek föl. Az ember minél többet tud, bizonyos értelemben annál nagyobb a probléma, mert annál nagyobb ennek a rutinak a felülete, annál több olyan dologgal találkozik, ami kérdőjeleket szülhet, de ez nem szabad olyan jelenteni, hogy akkor hagyjuk a fenébe az egészet, hanem hogy bizony ilyen a tudás. Tehát ha valamit megtanul az ember, akkor egy végtelen dolog nyílhat ki előtte, egyre újabb kérdések merülnek fel, amik szintén megválaszolhatóak, és ő igyekezett is ezeket a kérdéseket a lehető legnagyobb mértékben megválaszolni. Azt a kérdést tettem fel így kvázi röviden körüljárva, hogy ki volt Simonyi Károly, most arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy nekem ki volt Simonyi Károly. Hát ez is példaképpen volt, ezt most így hosszú évek után is bátran mondhatom. Egy olyan irányt adott az életemnek, ami végül is a műegyetemről indult, aztán a nagyvilágot körbejáró végül is itt a Pécsi Tudományi Egyetemen kötöttek ki, most így éppen itt tanítok, és a mostani előadásaimban is itt az egyetemen először is szoktam említeni Simonyi professzorom képét, másodszor pedig egy olyan dolgot mindenképpen az előadásnak elején, a legelső előadásnak próbálok mondani, amit ő mondott, hogy hogyan érdemes tanítani. És én ezt szeretném követni, de egyébként szerint sikerült is. Három dolognak kell oda figyelni, három dolgot kell követni az ember tanít. Egy, hogy először is igazat mondja. Ezt mondjuk így műszaki területen mondani, hogy nem nehéz követni, hogyha valaki valamennyire járatos, abban, amit tanít. De fontos, hogy igaz legyen az ember tanít. A második is, ez már elhangzott így Csugai Négedikó tolmácsolat mondandójában. A második dolog, hogy legyen hasznos, legyen gyakorlati haszna annak, amit az ember tanít. Elméleti tárgyakról is beszélhetünk, és elméleti villanosságtan tanítok többek között, de olyan dolgokat kell villanosságtanról is tanítani, aminek közvetlenül megtalálható a kapcsolata, példákat lehet mondani a gyakorlati világban, mert így befogadható az egész. És a harmadik dolog, szintén elhangzott már, amit követni kell,
Simonyi professzor úr azt a szót használta, hogy amit az ember megmutat, amit elmond, az legyen szép, úgy is mondta, hogy az legyen érdekes. Tehát nagyon fontos, hogy esztétikusan építse fel az ember, rajzolja fel a táblát, vagy készítse el a prezentációs tárgyába a mondandóját, mert megkönnyíti nagyon a befogadást. Még egy utolsó gondolatot mondani, hogy elmondtam, hogy mit üzent szerintem Simonyi professzor úr az oktatóknak, azt is lehetett mondanám, hogy mit üzent a tanulóknak. Két dologra koncentráljanak tanulás közben. Az egyik, hogy amikor tanulnak, amikor olvasnak, mindig keressék azt, hogy mi a lényeg. Mi a lényeg annak, amit olvasnak, és a másik pedig, hogy folyamatosan kételkedjenek. Tegyék fel azt a kérdést, hogy miért van az úgy, és próbálják meg megválaszolni. Megkönnyíti a tanulási folyamatot is, ezt állítom. Maradandó tudásnak lehet szert venni. És nem utolsó sorban lehet követni Simonyi professzor úr tanításait. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Ezt az emlékszobát arra szeretnék használni, hogy a világokhoz közeledjék egy kicsikért professzor személyiségét, megérinthessék a tárgyi emlékeit, és egy kicsit közeledjék hozzá a világokhoz a múltat. Talán sikerül majd közeledni hozzájuk az olvasás szeretetét is, de legalábbis azt a szükségletet, hogy bizony kell olvasni. Egyen könyvtárba ragadni. És ezt, ahogyan a család kérte, ahogyan meghagyta nekünk, teljesítve is fogunk. Kialakítottunk az emlékszóba előtenére egy kis dolgozószobát. Azzal a célra, hogy akár mi diákjaink, akár más iskolán diákjai, vagy az egyetem diákjai kutathassák Simonyi professzorunk hagyatékát, katalogizálják könyvtárát, átnézzék a hozzánk került kéziratokat, és a kutatás eredményét megjeleníthessék majd. Ez a munka, ez lehet akár egy diplomamunka is. Azaz olyan értékeket lehetnek majd itt a hallgatók a kezükbe, amelyeknek a segítségével megszerezhetik első, második, vagy akár hányadik diplomájukat is. Az emlékszóba előtt egy vitkit alakítottunk ki, ahol fizika oktatás történeti kiállítást rendeztünk be, és ha jól emlékszem, 2-3 polcon professzor úrnak az okleveleit, kitüntetéseit, pontosabban ezeket a másolatát mutatjuk be egy kivitellel, mert van egy olyan dokumentum, amely eredetiben látható ebben a vitrinben, ez pedig az a dokumentum, amely elismeri, hogy professzor úrról az Andromeda csillagkörben egy csillagot neveztek el. Ennek a pozícióját is tartalmaz ez az oklevél. Érdemes ezt mondani. Mielőtt azonban tovább folytatnánk a konyolóinkat, a tegnapi napon elkezdtük már fő támogatóinknak megköszönni a támogatást. Szeretném ma ezt egy újabb támogatóinknak megköszönni, egészen pontosan a Simonyi családnak, professzor fiának, Simonyi Tamásnak. Ezt a könyvet
Nemeskéri Péter, pontosan nem ezt tekintett egy másikat, de Nemeskéri Péter kapott egy ilyen példányt. Kapitán Gabriella halálnak kapott egy ilyen példányt, és az egyetemosság tankönyvet professzor úr a látogatások alkalmával dedikálta Mihályinak. Az érdekesség ezeknek a könyveknek az, hogy ennek a könyvnek a dedikációja napra 25 évvel ezelőtt keletkezett. 1997. május 21-én. Azt mondják sokan, hogy nincsenek életlenek, hogy ez nem életlen, hogy ezen a napon sikerült ezt az ünnepséget is megrendeznünk. És közben látom Tamás kiment, nem lehetőleg hamarosan visszatér, folytassuk a mai nap programját az eredményhirdetéssel. Díjak átadására szeretettel kérdésem mondjuk Tamást, professzor úrját, hogy segítsen nekünk a díjazóknak az oklevelet, a serleget, illetve az ajánlót. Kísérőben álló vendégeink. Hát még egyébként a verseny. Megszülettek a pontszámok, hatlátta az eredmények. Ki lett nyomtatva ki, vagy te valahol kellene vétfőesen a misit? Alá kéne írni a fokneveletet, az még. Misi elindult ide, nem volt jól. Ott van. És amit az igazgató, hogy nem tudtam levelet.
addig egy pár szóban, gondolatban értékelném a versenyt, és egy-két tapasztalatot megosztani veletek. Hát az írásbeli feladatok. Én úgy gondolom, hogy meg tudtam oldani, nehéz nem lehet. És ez bizonyítja az, hogy mindegyik feladatra jött 100%-os hibátlan megoldás. Sajnálatos módon sikerültek gyengébb feladatokat is beadni. Van, ami a meg nem értésből következik. És annyiszor elmondom, de gondolom mindent, tehát én is a diákban, amikor még tanítottam, nem a nyugdíjas éppen találkoztam a diktában. Kakarnos az utcán elmegyek, többen köszöntenek, mint amikor diákban voltak. Így változtak az idők. Na, amit akartam mondani, hogy amit elmondunk, hogy el kell olvasni a feladatot. A kérdés. Nem csak végig tudni gyors olvasással, hogy rólunk, igencsak, hogy már is jutott, mint ott. Csak egy feladat. Volt egy olyan feladat, hogy ha egy áramköri elemet, illetve kettő, egyenként 10 voltos generátorra kapcsolok, akkor mindegyik külön-külön. De amikor együtt kötöm rá, akkor már nem 10 volt lesz egyenként, hanem egészen más. És ezt többen elkövették azt a hibát, hogy ha egyenként 10 volt, sorba kapcsolva, és mindegyiken 10 volt. Egy ilyen hibás kiindulásból jó eredmény már nem is lehet elérni. A legfájóbb minden évben a szóbeli. És ez nagyjából el kell mondani, akik tanítanak, hogy ez nem kizárólag az hiba. Ha jól visszaemlékezem, amikor elkezdtek az elkötechnika tanítását 86-ban az iskolában, a teljes elkötechnika tanítására heti 5 órán volt. Első osztályban 2, második évfolyamon 3. Tehát olyan, mint egy évig heti 5 órát tanítottam volna. Most a töredéke. Viszont az nagyon nem kevesebb, hanem inkább több. Képtelenség. Minden anyagot átadni, megtanítani, elmondani, megtanítani nagyon nehéz. Az egyszerűen régi, kedves matek tanár kollega mondta azt, hogy én 5 perc alatt többet megtanítok, mint egy óra alatt. Persze, elmondom. Egyik kezdemben, mint az egyetemen egy professzor csinálta, hogy ír, balra megtörő. De ebből mit tanítottunk? Tehát kevés anyag, vagy kevés oroszlánban nagyon jól kell tanítani. Úgyhogy emiatt a szóbeli feladatok azok évek óta folyamatosan értékelhetőségük színvonalon sajnálatosan csökken. Sok zavaros, nem szakmai kifejezés hallgatunk, hallottunk. Hát mert elolvasom ott az egyszerű. De amikor már el kell mondani, akkor kész. Csak egy példát. És akkor én befejezem az értékelést. Hogy egy szóbeli verseny, egy érettségén, amikor szóba jutni fog. Nem egy képletet illik elmondani, hogy UI egyenlő elszer, delta, iper, delta, ez egy képlet, papíron. De amik én szóba jutok, azt mondom, hogy az indukált feszültség arányos vagy egyenlő. Az áramváltozás sebességével. Ugye minden, amit a delta tétel osztok, az valami időbeli sebességével. Áramváltozás sebessége és a tekercs jellemzőjével, amit önindúzus tényezőnek nevezünk. Ez egy versenyszintű megfogalmazása, annak, amit az előbb mondtam, hogy UI egyenlő elszerelt. Na, akkor én itt befejezésül egyszer befejeztem ezt a részét az értékelésnek. Most eredményt fogok hirdetni, szokásom szerint. Először az egyéni versenyzőket fogom szólítani. Itt vannak mögöttem azok az ajándékok, amelyet az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyzet tanuló kaphat. Mindig az volt a hagyomány, illetve már régóta az a hagyomány, nem mindig csak közöttek, pontosan, hogy az elsőt kiszorítom, és ő kiválasztja, hogy mit szeretne. Ez a oldalon, tehát tőlem jobb oldalra, vannak az egyéni fejezet.
ajándékai. Tehát akit szólítok, az jöhet és először választ. Összesítés után, szóbeli és az irányzói fordulók után első helyezettet az Energetikai Technikumis Kollégium Paks tanulója, Biszárdi Ámos. Thank you.
tehát én pontonként van a válasz 9, 39, 36, 37. A Baranyi megyei szakképzési centrum Cipelszi Károly műszaki technikum tanulója Marton Gergő. És akkor a csapat. A verseny eredmény. Itt a harmadik helyzettel kezdjük folytó során, mert itt már is választási lehetőség. Harmadik helyzetet a Baranyi megyei szakképzési centrum Cipelszi Károly műszaki technikum csapat. Thank you.
lesz. Már van bizony, hogy ilyen. Kísérjük a lányokat, akik a vállalatra ismételtem, hogy szombaton is eljöjjön, itt legyen, elvégezte a felkészítés és eredményeket a tanulók, akiknél nem annyira jók az eredmények, azokra szerintem lehet ösztönző, amit itt ma láttak, hallottatok. A győzteseknek gratulálok, és köszönhetünk nekünk a jelvégzettünk állítást. Köszönöm. Köszönöm Tamásnak az értékelését és a díjat átadását. Köszönöm Sebi Tamásnak is, hogy segített ebben a munkában. És nem maradt más hátra, mint hogy átadjuk a hozószólát. Ezért megkérem a meghívott vendégeinket, valamint a kísérő tanárokat, hogy fáradjanak majd felvele a második emeleti hozószobához. A diákokat arra kérem, hogy maradjanak itt a helyükön, és a kivetítő kísérjék figyelemmel, hogy ez az átadás, ez hogyan történik. Itt a képet fogjátok majd látni. Kérem, hogy menjünk egyet, hogy várjunk.